Köszöntöm Önöket a Turmixban. Mai multidézésünket a 2000-es év augusztusi hónapjában fogjuk tölteni. Lesz milleniumi zászlóátadó, veteránautó találkozó és csoportos madár megfigyelés is. Nagyrédén felújították a falu legrégebbi épületét, a Zsellérházat. A több száz éves parasztházat helyett a település állandó helytörténeti kiállításának. A falu egyik legrégebbi épületét az önkormányzat állította helyre, mintegy 2 millió forintos költséggel. Ehhez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 500 000, a Megyei Területfejlesztési Tanástól további 500 000 forint támogatást kaptak. A több száz esztendős épület külseje az eredeti állapotot tükrözi, a belső berendezés a századfordulót idézi. Az átadás alkalmából népviseletes babákból nyitottak kiállítást a házban, amely egyébként fontos színfoltja a falunak, hiszen a nagyrédei állandó helytörténeti gyűjteménynek ad otthont. Attól, hogy mi műemléképületeket, vagy a népi műemlékek nagy részét igyekszünk valamilyen szinten rendbe hozni, még nem lesz több kenyér az asztalon, de én úgy gondolom, hogy nem csak arra kell törekednünk, hogy magasabb életszínvonalat biztosítsunk, hanem arra is nagy gondot kell fordítani, hogy azokat a műemlékeket, amelyeket az elődeink hagytak ránk, ezeket megóvjuk, és ezeket elfogadható minőségben adjuk tovább az utódainknak. Az avatási ünnepség a hétvégi szüreti napok programsorozatába illeszkedett. Úgy gondolom, hogy a konkrét szüreten, a szüreti fesztiválon túl nagyon sok kulturális, sport és egyéb programot tudunk kínálni az ide látogató és a helyi polgároknak. Kuriózumnak számít a lovas program, amely egyedülálló, hiszen egy régi hagyomány felújításaként díjlovagló és díjugrató versenyt rendeznek vasárnap délelőtt Nagyrédén. Az ország többi településéhez hasonlóan Gyöngyös is megkapta a magyar államtól a milleniumi zászlót, amit városunk egykori vezetője egy ünnepség keretein belül vehetett át. Gyöngyös városa ünneplőbe öltözött a hétvégén a millennium évének alkalmából. A rangos eseményen rangos vendégek is részt vettek. Dr. Seregi István koncelebrált szentmisével nyitotta meg a rendezvényt, ahol Szent István király szobrát, valamint az 500 éves templomban található két ablakot is megáldotta. Majd a templom előtti téren a milleniumi zászló átadására is sor került, ahol vendégként Dávid Ibolya igazságügyminiszter mondott ünnepi beszédet. Azt érzem, hogy megtanulunk ünnepelni, és az ünnepek nélkül kiszárad a szíva, hogy ezt Angel Ellák mondta, és az életünk robottá alacsonyít bennünket, tudnunk kell felülemelkedni bajainkon, gondjainkon, problémáinkon, és tudnunk kell ünnepelni. És ebben a milleniumi ünnepség sorozatban ezt érzem, hogy ez az elmúlt 10 év megtanított minket arra, hogy tudjunk ünnepelni, mert valójában dolgozni keményen csak azt tud, aki utána néhány napig a lelkéről is le tudja a port porolni, tud örülni, ünnepelni méltósággal. Ez történt itt ma, Gyöngyös városában, és igazán nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik ennek a mai milleniumi ünnepség szervezésében részt vettek. Rendkívül büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk. Magyarként megélni 1000 évet a Kárpát-medencében ezzel az egyedülálló nyelvünkkel és egyedülálló kultúránkkal már önmagában is egy csoda. És hogy mit jelent Gyöngyös számára ez az ünnep? Régóta készülünk erre az ünnepre, amióta köztudottá vált, hogy a kormány minden településnek egy ilyen zászlót adományoz. Mi is próbáltuk ennek a megfelelő helyét megtalálni. És úgy gondolom, hogy ez az augusztusi időszak, amikor egyébként is a városban nagyon sok minden történik, amikor nagy beruházás is elkészült, ami szintén a millennium jegyében történt, ennek egy méltó megkoronázása volt ez a mai ünnepi nap, különösen azért, mert sikerült úgy illeszteni a dolgot, hogy a Szent Bertalan nappal, a Szent Bertalan napi szentmisével és körmenettel együtt ezt követően lehetett megrendezni. Számomra a millennium azt üzeni, hogy a világnak, Európának ahhoz a boldogabbik, szervezettebb és mások számára is nyújtani tudó részéhez szeretnénk tartozni, és biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben ez meg is fog történni, amelyik garantálja azt, hogy a magyar nép biztonságban és egyre nagyobb jólétben tudja a következő évezredet megélni. Hogy így lesz-e, az még a jövő, de az biztos, hogy a hétvégén a millennium szent évének gyöngyösi ünnepségén jó érzés volt magyarnak lenni.
Közel 90 veterán autó fanatikus gyűlt össze Gyöngyösön a már hagyományossá vált veterán autó találkozón. A legrégebbi járművet 1922 óta óvják tulajdonosai. Öreg autó, nem vén autó. Legalábbis minden bizonnyal ezt vallja az a csaknem 90 gyűjtő, aki a hétvégét Gyöngyösön töltötte a hagyományos veterán autó találkozón. Voltak itt autócsodák 1922-ből. Volt néhány sosem látott típus, de azért olyan bátrak is akadtak, akik két keréken jöttek el, hogy megnézzék négykerekű társaikat, illetve ők is bemutassák tudásukat. A versenyzők a szombat reggeli álmos rajt után némi túlzással átszágoldottak néhány környező településen, majd visszatértek a megújult főtérre, hogy itt mérjék össze erejüket és ügyességüket. Veterán rallyról van szó, itt egy átlag sebességet kell választani, 20-as, 30-as vagy 40 km per órás sebességet, és így egy kicsit matematikás a dolog, viszont az említett falvakban különböző ügyességi feladatokkal lehet hibapontokat szerezni. Itt szőlővel kell puttonyba vinni szőlőt, kiönteni, bort szívni, hordót görgetni, tehát nagyon ügyes, kreatív feladatokkal várták őket. Így egy hibapont lista jön össze, ami a most kezdődő ügyességi versenyen sokszorozódik meg, és akkor így alakul ki az eredmény. Az autók és tulajdonosaik élvezték ezt a hétvégét, hisz a veterán járgányok egy része csak ilyen alkalmakkor mozdulhat ki a garázsból. Kétezerben kezdett beindulni a nagy számítástechnikai forradalom az általános és a középiskolákban is. Több Heves megyei település oktatási intézményébe kerültek új, a kornak megfelelő tudással bíró számítógépek. Most egy ilyen intézménybe látogatunk el, egész pontosan Gyöngyöshalászra. A Gyöngyöshalászi általános iskolában idén a korábbiaknál intenzívebben és jobb körülmények között tanulhatnak informatikát a gyerekek. A Soros Alapítvány kistérségi programja keretében a Halászi, az Atkári, a Vámosgyörgyi és a Kisnánai iskola közösen nyert 14 multimédiás számítógépet és egy nagy teljesítményű szervergépet. Mindegyik iskola diákjai két hónapig használják majd a masinákat, két éven keresztül felváltva. Nagyon örülnénk neki, hogyha több ideig lennének itt a gépek, nem csak két hónapig. És sajnálom, hogy elviszik a gépeket, mert nagyon jó. Egy naponta itt vagyunk, késő délutánig is dolgozunk. Természetesen az oktatás folyamatossága az új gépek távollétében is biztosított lesz, mert az iskola rendelkezik 5 darab korszerű számítógéppel, melyeket saját erőből, illetve pályázati pénzekből vásároltak. A két év letelte után pedig a most megnyert gépeket szétosztják a 4 iskola között. Egy ilyen kis vidéki iskolába hallatlan eredmény az, hogy ilyen lehetőséget tudunk a gyerekek számára biztosítani. A kistelepülés iskolájában folyó oktatás eredményességét az is mutatja, hogy a pedagógiai intézet pályázatán első, illetve harmadik helyet szereztek a gyerekek prezentációs programjaikkal, amelyek az energiagazdálkodásról, illetve az iskola 40 éves fennállásáról szóltak. Fiatalok kis csoportja egy héten keresztül figyelte meg a madarakat és a természetet Heves-Vezekény határában. Stábunk meglátogatta őket, és kiderítette, hogy mi történt velük ez alatt a 7 nap alatt. Ennek a településnek a határában gyűlt össze az a 10 általános és középiskolás diák, akik arra vállalkoztak, hogy egy héten át megfigyelik a körülöttük lévő tájat és madarakat. Bár a nomád körülmények közé került gyerekeknek nélkülözniük kellett az otthon kényelmét, ők ezt mégsem bánták, hisz a koránkelés és a sokszor fárasztó túra mindig új izgalmakat hozott, így például egyszer éppen a szemük láttára csapott le egy héja. A nagy ragadozók mellett azonban az egészen kicsi rovarok sem kerülték el az érdeklődő tekinteteket. A kirándulások mellett a táborban sokszor már kemény tudományos feladat várt a diákokra, akik japán függönyhálóval fogtak madarakat a nádasban, amiket azután meggyűrűztek, hogy majd egy nemzetközi figyelőhálózattal követhessék nyomon vonulási útvonalukat. Ez a sárga billegető például most már sosem tévedhet el. A tartalmas egy hét után úgy tűnik, a szervezők célja megvalósult. A táborozók mostantól más szemmel nézik a természetet és a benne lévőket. Így ezt a gólyát is. Két hét múlva innen folytatjuk a múltidézést, tartsanak velünk akkor is, addig is a viszontlátásra!